Több mint 2800 sírban 14 nemzet katonái nyugszanak egymás mellett több mint 100 éve a nyíregyházi hősök temetőjében. Neveik egy emléktáblán is fel vannak sorolva a sírkertben. Ezen a területen egy 2700 fős barakkórház működött az első világháború idején. Az azóta itt kialakított és néhány éve fel is újított temetőben évente kétszer a Hősök napján és a Halottak napján központi megemlékezést tartanak, egy civil kezdeményezés nyomán. Valójában több mint 10 éve, mondhatnám 15 éve, minden évben rendszeresen a Nyíregyháza megyőváros önkormányzatának támogatásával a Szabolcs Temetkezési Kft., a civilek és a civil szervezetek közreműködésével megtartjuk minden szentek után, halottak napján a Hősök temetőben a mélységgyújtással egybekötött megemlékezést. Minden évben más-más egyházi felekezet tartja az ünnepi liturgiát, az ünnepi liturgiát követően pedig mélységgyújtással fejeződik be a ceremónia. Közép-Európa egyik legnagyobb katonai temetőjét az itt nyúló külföldiek hozzátartozói is látogatják évközben. Azért is fontos, azt gondolom, mert sokan idegen országban lettek eltemetve, a hozzátartozóik, szeretteik nem tudták azt, hogy ki hol nyugszik. Nagyon sok esetben gondoljunk csak az orosz, bosnyák, montenegrói vagy szerb katonákra, és nagyon fontos az, hogy az ember ápolja azért azoknak is az emlékét, akiknek a családtagjai valahol nagyon távol gyújtanak értük gyertyát. Kedden az ortodox szertartás követően több koszorút is elhelyeztek az első világháborús katonák emlékművénél.